Igazoltató rendőrök Jászapátin az elmúlt napokban gyakran találkozhattak ezzel a jelenséggel a településen. Az utóbbi időszak hanyatló közbiztonságának eredményeképpen ugyanis több település polgármestere fogott össze, és fordult Pócs János országgyűlési képviselőhöz segítségért, aki alátámasztva véleményüket, továbbította is a kéréseket. Volt település János Hidán, ahol egy 10 millió forintos kamiont loptak el, volt település, ahol iskolákat, óvodákat raboltak ki, utcai problémák, atrocitások voltak, és több polgármester kérésére, mint országgyűlési képviselőhöz fogalmaztak egy levelet, amit eljutottam a belügyminiszter úrhoz. A belügyminiszter pedig gyorsan hozott döntést, folyamatos rendőri jelenlétet rendelt el a jársági településekre. Készenléti egység Budapestről a bevetési osztagot a belügyminiszter úr ki rendelte hozzánk, nem csak hozzánk, hanem a járság több településén folyamatosan meg fognak jelenni, folyamatosan járőrözni fognak. Természetesen nem a lakosság büntetése, hanem a rendteremtése és a látható rendőr lévén egy jobb közbiztonságérzet kialakítása a cél. Jászapátin pedig további intézkedések is várhatóak. Jászapátin keresünk végre egy olyan ősparancsnokot, aki itt fog lakni a jászapáti területén, hiszen fontos, hogy az itt lévő rendőrségnek az irányítását itt lévő ősparancsnok irányítsa. Amíg a leendő ősparancsnok át nem veszi a helyi rendőrség irányítását, addig is biztosított a rendőri jelenlét, mint ahogyan a jászság többi településén is számíthatnak a fokozott ellenőrzésekre, legalább 30 napon keresztül.